És innentől kezdve már csak egy tartalmi elemet kell létrehozni, vagyis létrehozunk egy új cikket. Ez a kampány egy nevű cím lesz, kiemelt tartalomként címlapra tesszük, és publikált tartalom lesz. Ide kerülhet a cikkünk, amelynek a végén fel lehet iratkozni a hírlevél kampányra. Megírjuk a cikket. Amikor a végére érünk, akkor a kapcsoló zárójelek közé beírjuk a következő szöveget. Load position. Ez azt jelenti, hogy egy adott modul pozíciót ide be fog tölteni, és egy szóköz után be kell írjuk annak a modul pozíciónak az elnevezését, amit ide be szeretnénk tölteni. Fontos, hogy maga a feliratkozás, mint lehetőség, az ne a szövegnek a leadjében legyen, tehát magába a szövegbe beillesztek egy bővebben linket. Frissítettem a főoldalnak a megjelenését, és lehet látni, hogy itt megjelent a kampány egy cikk, ahol a bővebben gombra kattintva megtaláljuk a cikknek a címét. Itt most a modulnál az volt beállítva, hogy jelenjen meg a modulnak a neve. Ezt ha akarjuk, akkor egyébként el lehet tüntetni. Megjelenik a név. És megadok egy e-mail címet. Feliratkozunk. És megkaptuk az üdvözlő üzenetet, hogy sikeresen el van küldve az üdvözlő üzenet a kukasznapot.hu részre, címre, sikeres a feliratkozás. Frissítem a levelezést, és látom, hogy megkaptam az üdvözlő üzenetet, amit a feliratkozáskor kapunk meg automatikusan, és ezek után a megfelelő késleltetési időben pedig meg fogjuk kapni az előre beállított hírleveleket is. A kampány lényege az, hogy a feliratkozóink bármikor iratkoznak fel a hírlevél kampányra, mindig az általunk előre beállított késleltetési időnként kapják meg a leveleket.